Engedjék meg, hogy felolvassak egy rövid kis szöveget, még egyelőre nem szeretném közölni, hogy kitől, úgy látszik, hogy ez ilyen nap, hogy találós kérdéseket játszunk, hogy vajon kit idézek. Tehát a szöveg így szól, hogy figyeljük meg az irodalom hatását önmagunkra és embertársainkra. Legáltalánosabb jelennek a hatásnak az izgalom, amelyet kivált. Az izgalom pedig lehet kellemes és szelíd, jóleső és enyhe, lehet lesújtó és fölemelő, megrázó és átalakító. De akár ilyen, akár amolyan, mindig ott van, ahol irodalom van. Ha jó könyvet olvasunk, ha a moziban aggódunk hősünket, ha a színházban lecsük a felvonás fordulatát, ha népdalthoz felénk a szél, mindig úgy érezzük, hogy most valami fontos többlet van az életünkben. Élmény, nem közönséges, hétköznapi élet. Mintha gyorsabban pezsegne a vérünk, frissebben dobogna a szívünk, érzékenyebbé finomulnának az idegeink. A költő teszi az életünket izgalmasabbá, élményszerűbbé. Aki nem hiszi, próbálja meg. Ha elolvassa a Jókai Újföld és Úr című regényét, olvasás közben lelkesedni fog és könnyezni, és egész más embernek érzi magát, mint az előtt. Pedig tudja, hogy mindez az átformáló izgalom csak egy könyv lapjai közül árad feléje. Ha a szeptember végé jut eszébe ez a szép vers, amelyben Petőfi maga halálára gondol, gyász tölti el az ember lelkét, de ez a gyász gyönyörűséges, mert a vers zenéje, a gondolatok szépsége büszkévé teszi, én is ember vagyok, mint a költő volt, én is tudok mélyen érezni, szépen élvezni. Nem kérdezem meg, hogy vajon ki érte. Ezt a kis könyvecskét, ezt nagyon sok-sok évvel ezelőtt vettem, Hankis Jánosnak a Mi irodalmunk című 1942-ben megjelent kötetet. Emlékszem, hogy akkor fölírtam a fűszobálást, és mondtam neki, hogy most már tudom, hogy kéne írni irodalomról. Hát nagyjából így. Aztán tegnap elhangzott Mizsei Zoltán produkciójában Hankis Elemennek ez a nagyon kedves és nagyon sokat idézett anekdotája arról, hogy minden héten kapott ő egy levelezőlapot az édesapjától. Emlékeznek talán ez a fésülkönyv, húzd ki magad, ne hadarj. Amikor itt az utolsó fellépése volt, akkor volt szíves értelmezni ezt a mondatot. Azt mondta, hogy a fésülkönyv azt jelenti, hogy tarts rendbe az életed. A húzd ki magad azt jelenti, hogy legyen tartásod. A ne hadarj az pedig azt jelenti, hogy tudjál érthető módon szólni az emberekhez. Na, ez utóbbi az, ami örökségként jelent meg Hankis Elemér számára, és az örökség átadója az Hankis János. Amikor a kutatás megindult a Solymári házban, alkoholházban, a garázs mélyén kezdték a fiatalok a kutatósdit, és ott az egyik sarokban volt egy hatalmas halom, amire mondta az Étényi Lili, hogy az meg ott Hankis Jánosnak a hagyatéka. Azóta is gondolkozom ezen, és úgy gondolom, hogy ez feladata a Hankis Központnak is, hogy ezzel a hagyatékkal mindenképpen kell kezdeni valamit, hiszen Hankis János személyisége és jelentősége a magyar irodalom történetében egészen döbbenetesen nagy. Ám de nem tudunk róla, az történt, hogy Elemér fölében őt hírben és ismertségben az édesapjának, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhet, és akinek, ha végig gondoljuk a pályáját, illetve a munkásságát, hihetetlen párhuzamok vannak Hankis Elemér pályájával és munkásságával. Ugye néhány adatot fölírtam. Ugye Hankis Elemért, hogyha itt az elmúlt 20-30 év munkásságát végignézzük, akkor volt egy olyan pici időszak, amikor közéleti szerepet vállalt, lásd a tévéelnökség. Hankis János 43-44-ben a Kálai kormányban közoktatási államtitkárként tevékenykedett. Jött a katedra mögül, aztán szépen utána visszament a katedrára. Emellett élete végén kiváló tanulmányokat közölt zenetörténetből. Legelső sorban Liszt kutató volt, és Liszt kapcsán írta a munkáit. Ez nekünk megint csak különösen fontos lehet, hiszen Liszt tőlünk 20 kilométerre született. Aztán ő hozta létre a zeneműtárat, aztán ő hozta létre a Népművelési Intézetet, vagyis gyakorlatilag mindaz, amit Elemérnél nagyon tisztelünk. Tehát ez és a nyári egyet, ami 16 évig volt az elnöke, pontosan így van. Köszönöm, elfelejtettem volna, így van. Tehát még a nyári egyetem is, ahogy Hankis Elemér itt 20 évig, ő 16 évig ott Debrecenben csinálta mindezt. Tehát mondom, félrevetesek ezek az áthallások kettőjük pályája közt.
Ez is egy olyan párhuzam a Hankis János életművel, ami mindenképpen figyelembe méltó. Aztán, hogyha konkrétan Hankis Jánosnak az irodalom történeti munkásságát idézzük és erre gondolunk, akkor is egészen döbbenetes kapcsolatokat találhatunk. Ugye Hankis János alapvetően francia irodalommal foglalkozott, és francia irodalmat adott elő a Debreceni Egyetemen, és mindegy mellesleg összehasonlító irodalomtudománnyal foglalkozott, és egyáltalán azt a tényt, hogy mondjuk a magyar irodalmat, mint olyat, azt valamilyen nemzetközi kontextusba illenék helyezni, és úgy vizsgálni ezt, talán Hankis János mondja ki először hangsúlyosan a magyar irodalomtörténészek közül. A párhuzamokat teremtsék meg önök, vagy teremtsétek meg, hiszen megint csak ott tartunk, ahol tartunk. Tehát egy olyan pont, ami szintú úgy Hankis Elemérnél megtalálható. A következő, és egyben záró, szöveg, az megint egy ilyen kiírt a szöveg, jó? Azt mondja, hogy hiszek egy. Hiszek az emberben, hiszek a mindenek felett álló egészség lényegében, test és lélek boldog egységében, hiszek a gyógyulásban, minden baj legyőzésében, az ember örök igazában a fájdalmakkal szemben, hiszek egy tökéletesen működő egészséges testben és a nyílt lélekben, amelyben nincs ármány, árulás és alávalóság, és ami rossz benne, az legyőzhető. Hiszem, hogy győzhetünk a rémség, a szenvedés, az igazságtalan borzalmakkal szemben. Nem hiszek a tévedésben, de tudom, hogy létezik. Szeretem az álmokat hajszoló, a lehetetlennel szembeszálló, reménytelenségben is bizakodó, földhöz kötöttségben is szárnyaló, alkotó emberi szellemet. S csak a tudományos gőgöt és a butaságot üldözöm. A szerzőt Hankis Jánosnak hívják, ifjabb Hankis Jánosnak, Hankis Elemér testvérétől származik ez a vers, aki orvos, belgyógyász, és mintegy mellesleg író és költő. Tehát 80, 90, 10 van, akárhány van. Azt gondolnám, hogy a Hankis jelenség így komplexen és egyben mindenképpen így kezelendő és kezelhető. Köszönöm szépen!